Üdvözlök mindenkit, Bisz vagyok, és beszéljünk egy kicsit a KSG-ről. Ez a fegyver nagyon érdekesen jelenik meg, mint Call of Duty-n belül, mint Black Ops 2-n belül, ugyanis a shotgunoktól eltérően nem söréteket lő, hanem szlágot, pontosan egy darabot lövésenként. Az így kapott fegyver gyakorlatilag egy közepes hatótávolságú sniperré alakul át, ugyanis bárkit fejen lövünk a hatótávolságán belül természetesen, az rögtön halott. És testre is maximum két találat szükséges, és halott az ellenfél, tehát nagyon penge ez a fegyver. Én már rég szerettem volna egy ilyen típusú fegyvert Call of Duty szérián belül, bár nem ilyen kialakításba, ugyanis vannak ezzel a kialakítással gondok. Első és talán a legszembetűnőbb hibája ennek a fegyvernek, hogy shotgunként tekintünk rá. Igazából egy mini sniperről van szó, tehát nem azt a játékstílust képviseli, mint egy shotgun, ugyanis eléggé megbízhatatlan a fegyver. Ez mind azt jelenti, hogy nem feltétlen oda megy a töltény, mint ahova célzunk. És ez egy közelharcban eléggé kellemetlen tud lenni, hiszen shotgunról van szó, az közelharcot jelent, de ne így tekintsünk rá tényleg, és akkor sokat nem tévedhetünk, ugyanis ha valaki megtanulja ezt a fegyvert kezelni hibátlanul, és ráérez a fegyver tulajdonságaira, akkor arathat. De tényleg nagyon jó ez a fegyver, szerintem az egyik leghasználhatóbb shotgun, de tényleg nem shotgun. Tehát ez egy kicsit paradoxon, amiről most beszélek. A megbízhatatlan kialakítása úgy adódik, hogy ha felállunk és legugolunk, rögtön lövünk, akkor nem feltétlenül oda megy a töltény, mint ahogy a példa is mutatja. Tehát érdemes inkább megállni, célozni, lőni, sokkal nyugodtabb játékmódot képvisel a shotgunokétól. Sajnos az időhiányom nem engedte meg, hogy úgy igazán ráérezhessek erre a fegyverre, és rásolgatni próbáltam össze-vissza, és hát néhol bénázgattam, de azért úgy hiszem, hogy a kötelező bíz szintet hozni tudtam. A lényeg, hogy célozunk a fegyverrel, nagyon fontos, és akár rá is rakhatunk Red Dot Sight-ot, én is azzal szerettem, pedig azért tudok Red Dot Sight nélkül is lőni, de úgy érzem, ezzel a fegyverrel nem annyira tudtam, úgyhogy én rá is szereltem, és ajánlom nektek is. Mint mondottam, a fegyver slagot lő, pontosan 77-es RPM-mel, tehát minden lövés után fel kell húzni a fegyverünket. A sebzése extrém magas, 200-tól 75-ig terjed, ez azt jelenti, hogy bárkit fejen találunk, az rögtön elterül, ugyanis fejes szorzója 1,15-ös. A max távolsága 27,5 méter, extrém magas a shotgunokhoz képest, illetve longbarrellel még ezt is meg tudjuk fejelni, ugyanis 31,5 méteren növekszik a maximális hatótávolsága. Viszont silencerrel 25 méterre redukálódik, amely szerintem még így is magasnak mondható shotgunokhoz képest. A max one hit, one kill hatótáva az 12 méter, ez azt jelenti, hogy 12 méteren belül tudunk úgy sebezni testre a fegyverrel, hogy rögtön meghal az ellenfél. 12 méter után két sebzés szükséges testre, hogy meghaljon egy ellenfél, szerintem még ez is korrekt ajánlat ettől a fegyvertől. Az elővételi sebessége 0,65 másodperc, az elrakási sebessége pedig 0,37 másodperc, ez egy standard állapot, mint ahogy az is, hogy az ADS-e 0,25 másodperc. Az újratöltési ideje 0,67 másodperc per töltény, és alaphelyzetben ugye 14 töltény van egy darab tárban, de az Extended Max kiegészítővel 20-asra növelhetjük a tárkapacitását. Késelési sebesség 1,12 másodperc, és a futás sebessége természetesen 100%-os. Tehát be is szeretném nektek mutatni az én kis klasszomat, Reflex Sight-ot használtam hozzá, illetve Long Barrel kiegészítő eszközt, de akár ehelyett használhatunk Stack-ot is, hiszen az is lehet egy megoldás, vagy akár Quick Draw-t is, hiszen Long Barrel nem egy nélkülözhetetlen eszköz ehhez a fegyverhez, mert elég magas a fegyver range-e enélkül is. Suppressor is egy megoldás lehet, illetve a Laser Sight is, bár a kezemben nem úgy működött a Laser Sight, mint ahogy azt én akartam. Extended Clip felesleges hozzá, 14 darab töltény egy tárban teljesen jó, illetve Fast Mag se olyan létfontosságú ehhez a fegyverhez. Másodlagos fegyvert is elhagyhatjuk, az se létfontosságú ehhez a fegyverhez, mert elég magas a fegyver range-e. Én vaskalapos vagyok és szeretek hozzá használni.
Slackjackit, én ezt szeretem, ti használhattok mást is, de nekem ez vált be, illetve Toughness, mindenképp, hogy célra tudjunk tartani, ezt ajánlom, és a Dexterity-t hát nem kell magyarázni. És a többi, aki úgy szereti, berak valami tacticalt, én nem szoktam nagyon használni, egy szemtexet szoktam dobálgatni néha. Ez volt a KSG fegyverbemutató videó, köszönöm a figyelmet, peace voltam, és ha tetszett a videó, like, subscribe, sziasztok!